Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó... Doppergi is. Az Aranybirodalom vlog lesz. És ez így most kvázi az első bejelentkezés, beköszönésem. Hello, igen, ez lesz az Aranybirodalom vlog, amiben egyelőre nem sok mindent tudok elmondani, mert annyit olvastam, hogy elolvastam az epilógusát a kötetnek. Ami gyakorlatilag szerintem ott vette fel a fonalakat, ahol a részkirályság abba hagyta, úgyhogy utolsó kalandunkra indulunk a Devabad trilógiában. 714 oldalt elköztem, és a között, hogy tudjam, hogy mi lesz a vége ennek a sorozatnak, amit már nagyon-nagyon várok, úgyhogy indulás. Nos, Devabad bejelentkezés, mert már, hát, mint láthatjátok, már 100 oldalt olvastam, és közben valahol fúrnak, vagy faragnak, vagy betont fúrnak, vagy nem tudom, úgyhogy az lehet bele fog hallatszódni a felvételbe. Egész nap ezt csinálták, úgyhogy nem tudok vele nagyon mit kezdeni. Szóval, ott tartunk, hogy Aranybirodalom, azt hiszem még csak annyi volt a bejelentkezésem, hogy beköszöntem, hogy elkezdem. Szóval most már egyébként olyan 100 oldalt olvastam. És ugye ott írt véget az előző könyv, hogy Ali és Nari elkeveredett Kairóba, és most így a kötet elején igazából az történt, hogy hát Ari, a ship nevet mondok én itt a saját nevük helyett. Szóval Ali és Nari elkeveredett ugye Kairóba, és akkor Ali nem nagyon tud mit kezdeni Szulajmán pecsétjével, és hát igen, próbálja kitalálni, hogy ugyan mitévők legyenek, közben pedig Devabadban ugye Manézse próbálja átvenni a hatalmat, de ott a Jinnek elbarikádozták magukat, ugye mindenkinek elment a varázsereje, tehát senki nem tud varázsolni. Szóval elég nagy katyvasz van, és senki nem tudja, hogy úristen, mi lesz ezek után. Istenem, ez nagyon idegesítő. Lehet használhatatlan felvétel lesz. Szóval, igen, ami észrevételem így különösebben van, az az, hogy ugye mondtam az előző vlog végén, hogy nagyon remélem, hogy Dára majd megkapja ezt a Redemption árkját, amit szerintem megérdemelne. Ennek a könyvnek az eleje alapján egyelőre nem a felé megyünk, hogy egy kicsit félek. Mert most Dárával kicsit úgy vagyok, hogy egy kicsit megadnám neki a tockost, hogy indulj el a Redemption árkot felé, de még egyelőre nem nagyon teszi meg, úgyhogy kicsit félek emiatt. De hát majd meglátjuk. Remélem, hogy ez egy csak Borti az egyetért velem, hogy Dárának jár egy Redemption árk. Remélem. És a másik, amit a bejelentkezésben elfelejtettem elmondani, ami számomra nagyon vicces, hogy ugye eddig is volt térkép a könyvekben. De a harmadik kötetre eszükbe jutott beletenni egy Devabad térképet. Hogy végre el tud képzelni, hogy ez a nyomorult Devabad hogy néz ki, mert őszintén amikor ilyen város leírások vannak, én aztán azt nem tudom elképzelni. Tehát az ahhoz túl bonyolult, túl sok alaprajz lehet, és mindig értékelem, amikor van ilyen nagyobb városokról is térkép, úgyhogy most már végre vágom, hogy mi hol van. Én egyáltalán nem így képzeltem el, de mármint ami így halovány elképzelések voltak a fejemben, úgyhogy, de most már legalább be van határolódva, most se tudom, hogy ez így néz ki. Szóval ezt ugye a harmadik kötetre beletették. De igen, nem, tehát ugye múlt héten kezdtem ezt a könyvet, és nem haladtam vele úgy kifejezetten sokat. Igazából az a probléma, hogy nincs olyan kedvem olvasni. Nem a Devabad hibája, meg nem az Aranybirodalom hibája, ez csak így a mentális, morális állapotom jelenleg, ami miatt ez van. Majd változik, aztán haladok. És vlogolom, ahogyha haladok. Ezért vártam 100 oldalt, mert 40 oldalanként akkor nagyon hosszú lesz ez a videó. Úgyhogy majd igyekszem olvasni, aztán jövök az update-ekkel.
200 oldalnál tartok a Devabadban, tehát az már egy egész jó állapot van itt. És csak azért akartam bejelentkezni, mert nagyon vicces, hogy ugye most Ali és Nari folyamat együtt vannak, és most eldöntötték, hogy elmennek Ali anyjához, megpróbálnak. És hogy így a fejezetek közötti különbség, tehát hogy amikor Dárát látjuk Devabadban, akkor válsághelyzet van, politikai szövőgetés, nem tudom, embereket ölünk, meg dzsineket ölünk, egyébként Dárát meg fogom ütni, ha így halad, tehát hogy így elgondolkodik magam, hogy hú, ez nem jó, ezt nem kéne csinálni, aztán nyissz, és megint leszúrja az embert, szóval szedd össze magad, fiam, most már ez a harmadik könyv, nem tudok az örökké valóságig kitartani melletted. Úgyhogy szedd össze magad. És akkor szóval megy ez az egész azon a vonalon, közön Ali meg Nari igazából mennek most a Nedzserybe, vagy hogy kell azt kimondani. És így rájönnek, hogy amúgy mindketten nagyon hornik. Tehát, hogy éppen most olvastam, hogy Nari megbámulta Ali fenekét. Nem tudom, így a hangulat különbség a fejezetek között most nagyon kiérződik nekem. Mert az előző Alis fejezet is arról szólt, hogy Nari milyen jól néz ki, és így, ja, a gyerekek, nagyon jó, nagyon... Ezzel most sírok konkrétan. Igen, de közben háborús vészhelyzet van, meg úristen, ki tudja, mi fog velük történni, de azért Alinak jó senge. Csodálatos esős időnk van, de legalább tudtam haladni az Arany Birodalommal a buszon, mert hát most már nincs annyira világos, de reggel még mikor jöttem a busszal, az volt, amíg olvastam. Úgyhogy most már túlhaladtam szerintem pár oldallal a felén. Bocsánat, csak kellett az életmentő kávé azután a 2,5 óra után. Úgyhogy most vagyok 362 oldalnál, úgyhogy tök jól tudtam nyomni. Az a helyzet a Devabadban, hogy egy csomószor, amikor nincs időm, akkor ugye csak egy-egy oldal, vagy egy-egy fejezeteket olvasok belőle ilyen pár napon keresztül, és ugye mivel olyan batár nagy az a könyv, nem látszódik a folyamat. Viszont olyan jó, amikor így le tudok kicsit ülni, mert van kedvem és időm, és akkor így puff, elillan egy 100 oldal a könyvből hirtelen ennyiben, tehát nem is tudom, honnan indultam ma. De egy olyan 280 körültől, tehát 80 oldaltól. Az amúgy tökre megállja a helyét, hogyha 80 oldalt olvastam a buszon, meg 2 óra alatt, óránként 40, és tök jó vagyok, na. És nem lettem rosszul. Ez is egy fontos dolog, mert néha rosszul vagyok buszon olvasás közben. Hú, mi is történt az elmúlt oldalakon? Mindig azt mondom, hogy nehéz megmondani, hogy mi történt, de igazából azért, mert sok minden történik, de sok minden összefügg, és nem tudom így kiemelni, hogy most ez történt, mert még 80 másik dolog kapcsán történtek dolgok, még akár az előző könyvből. Igen, ott volt azt hiszem az utolsó, amikor Nari Alinak a sejhaját bámulta. De ezek a kis... Nem veszik észre magukat, most már így végre Alinak az anyja így gyakorlatilag kibetűzte Narinak, hogy amúgy ti szerelmesek vagytok egymásba, idiótáim. Amit a vak is lát, csak ők nem, úgyhogy ezek ilyen viccesek voltak, ami nagyon jókat, mert itt háborús helyzet dúl, mindenki egzisztenciális krízisben van, de olyan beszólások vannak néha, meg olyan megszólalások, meg olyan kis, jaj, édes Istenem, ti kis naív gyermekek, tehát hogy így vannak ilyen részek, amiket nem tudok nem elmosolyogni ezen a könyvön. Meg ezen a ponton már egy kicsit a politikai intrikákat, meg az udvari intrikákat kezdik hanyagolni a szereplők, és csak mindenki beszól mindenkinek, és nagyon élem. Szóval történt egy olyan, hogy Dára megmentette azt a harcos nőt, aki az IS-et még az előző könyvből, ahol rendezett ott is egy kis mészárlást, azt már lehet, hogy az előző bejelentkezés során is szó volt róla, mindegy, tehát hogy ott így kezdem érezni, tehát Dárán nem tudok kiigazodni, esküszöm, tehát így már nem tudom, hogy hova megyünk a karakterével, és kezdek félni, hogy itt le kell mondanom a végén róla. Próbálkozik, maradjunk ennyiben egyelőre, még van benne egy kis hitem, de szegény nagyon szed papit, tehát hogy így ilyen szed papit basszus nem sokat látok. Igen, és valamiért én csak szeretném, hogy Dára ne legyen ilyen szed papi. Bármi módon, tehát hogy így nem tudom, ha neki az lenne a megváltás, hogy végre hagyják meghalni, akkor az legyen, csak ne legyen végre szegény szed papi, mert nem szeretném, hogy szed papi legyen.
Megtalálták egyébként a... Ugye, hogy most már nincs a palotában mágia, ezért nem működnek az ilyen mágikus zárak, szóval megtalálták, amit még az első részben mutatott Muntadzir Alinak, a náhidoknak ezt a sírboltját, ahol a náhidoknak tartják a testét a Jazirik, amióta átvették a várost, és hát erre most így rábukkantak, meg Dárának rábukkantak az erekhéjére, és akkor így felmerült a kérdés, hogy oké, akkor most már mondjátok el, hogy hogy a fenébe sikerült engem feltámasztani elsőre, meg másodjára is. Úgyhogy így derültek ki dolgok azzal kapcsolatban, hogy mi volt itt a végén, főleg amikor Nari született, meg hogy hogy került el Nari az anyjától. De még mindig nagyon sok a vakfolt, de hogy így nagyon-nagyon érdekes, és nagyon szeretném én is már tudni, csak nagyon remélem, hogy erről még lesz több információ, és ki fog derülni, mert ez egy olyan ilyen rejtély, ami gyakorlatilag az első könyv óta benne van a könyvben, hogy Nari az így hogy, meg miért, meg ugye Dára is, hogy hogyan lett, hogyan kelt életre elsőre, mert most kiderült, hogy nem Manézse élesztette föl, és hogy a testvére az Narit akarta csecsemőként, újszülött csecsemőként feláldozni, hogy Nari, mivel náhidvére van, azzal valahogy föl lehetett volna támasztani Dárát a rabszolgagyűrűjével. Szóval itt még van valami, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak még a szálak össze. Közben itt a Máridos dolog kapcsán is, ami Alival van, derültek még ki dolgok, ugye összetalálkoztak egy ilyen krokodil Máriddal, vagy egy konkrét Márid istennel, ami kicsit már az egyiptomi istenek tudásom az megvan kopva a Rick Riordan könyvekből, de hogy a Szobek név nekem valamiért nagyon ismerős, úgyhogy ott lehet, hogy az azért, tehát ott így arról is derültek ki dolgok, meg nagyon úgy néz ki, hogy ez a Szulejmán gyűrűje, hát ahogy az ő szavaikkal élve, igazából Narit akarja, és azért nem tudja Ali rendesen használni, mert lehet azért is, hogy kihozták Devabadból, amit elvileg nem kellett volna, de hogy kb. Így Narit szólítja a gyűrű, ami így, de mármint lehet azért, hogy Nari szedtek igaz számból, szóval izgalmas, na szóval vannak itt izgalmas dolgok, és most ott tartunk, hogy Nari és Ali eljutottak Tanettieribe, Nedjeri, én Nedjerinek mondom, nem tudom. Az ezzel a probléma, hogy az ilyen keleti neveket át szokták fordítani, tehát azt magyarosan szokták leírni, ahogy kiejtjük, és utána sose tudom, én meg hozzá vagyok szokva, hogy mindent angolosan, mármint hogy úgy olvasom, mintha angol lenne, nem tudom. És lehet, hogy rosszul ejtem ki fullosan a dolgokat, mindegy, Tanettieribe mentek, és akkor ugye most ott vannak. Ott van Jamshid is, úgyhogy Jamshid is, de tényleg azt lehet megint Jamshidnek írt. Agave kiadó! Ez micsoda? Már megint Jamshidnak van fordítva a neve. Hát ezt nem hiszem el. Olyan sokáig tartott, hogy átálljak a második könyvben arra, hogy Jamshid, most meg megint Jamshid. Hát döntsük már el, hogy melyik. De ez így nem állapot, komolyan mondom. Egyébként feltűnt, hogy ebben a, tehát az előző két könyvben ilyen elírást, elgépelés sehol nem találtam, ebben a könyvben viszont nagyon-nagyon sokszor hiányoznak a szóközök. Ami nem tudom, hogy valahol a nyomdába kerülés környékén, de hogy így annyi hiányzik, és itt annyira feltűnő, mert hogy nem egy-kettő volt, főleg a könyv elején, így kapásban nem tudom, hogy oldalon három is szembe jött velem. Na mindegy, részletkérdés, csak így azért tűnt fel, mert az előző kettőben abszolút ilyenek nem voltak. De már megint Jamshid. Közben volt az, hogy az egyik felszabadított rabszolgát Dára elküldte ide szintén, úgyhogy most így kiderült, hogy egyrészt Hatszett tudta, hogy Jamshid náhit, tehát hogy így nem csak Gassan tudta, és Kálvin nem is olyan okos, mint amilyennek hitte magát. Másrészt ugye ez a felszabadított rabszolga, akinek nem tudom kimondani a nevét, úgyhogy nem is próbálkozok vele, meg nem próbálom meggyalázni szegényt. Ugye ő így hallotta a Devabadi pletykákat, tehát ő meg tud arról, hogy Zajnabot azzal fenyegetik, hogy megölik Muntadzirt, hogyha nem hajlandó a Jaziri negyedet fölnyitni, és megadni magát gyakorlatilag Manézsének, és ugye így eljutott Nariékhoz az info, hogy amúgy Muntadzir nem halt meg. Úgyhogy the plot thickens. Nagyon jó ez a könyv. A történelmemet ismerve a Devabaddal lehet, hogy még ezen a hétvégén kiolvasom. Már csak azért is, mert ha megnézitek, nekem még 350 oldalam hiányzik. És eddig mindkét könyvet úgy olvastam ki, hogy az utolsó 200 oldalát egyben.
és még van 2,5 napom a hétvégéből, úgyhogy még az is lehet, hogy most így le lesz darálva, ha belehúzok. Még nagyon sok mindennek kell kiderülni egyébként, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek. Nagyon-nagyon jó ez a könyv, tehát igazából érzem, hogy mert mondja mindenki azt, hogy ez egy olyan trilógia, ahol részről részre jobbak lesznek a könyvek. Izgalmas dolgok. Na, egy kis Dave About update, ami lehet az utolsó lesz, mert ismerve, hogy lassan az utolsó 200 oldalhoz érek, az utolsó 200 oldal szokott mindig lenni a legdurvább egyben letolós része ezeknek a könyveknek, úgyhogy most vagyok 460 oldalnál, tehát előfordulhat, hogy már csak egy bejelentkezés lesz, nagyon max 2. Szóval néhány gondolatom az elmúlt részekről, nem emlékszem már hol az Isten, igen, megérkeztek Hatszatékhez. Na nézzük, van egy kis jegyzetem, szóval megérzésem a maradék olyan 250 oldallal kapcsolatban az, hogy szerintem Dára meg fog halni, de előtte még megöli Manézsét. Mármint az olyan satisfying lenne, én szeretném, hogy ez legyen. Mármint nem akarom, hogy Dára meghaljon, de úgy érzem, szegény eleget szenvedett, és így az lenne neki már ezen a ponton a legjobb, ha meghalna. Mármint, hogy ő is annak örülne gyakorlatilag a legjobban. És az úgy olyan, nem tudom, abban én éreznék valami elégtételt, hogyha ő lenne az, aki végül megszabadítja a többieket Manézsétől, mert Manézsé egy kicsit durva dolgokat csinál. Muntadzir próbálkozott itt árulással, annak az lett a vége, hogy hát Káva halott. Manézsének úgy tűnik van varázsereje mégiscsak, és Muntadzirnak egyel kevesebb szeme van, mint kéne. Ami egyébként nagyon, az egy ilyen nagyon gyorsan túlmentünk azon a jeleneten, mármint itt csak éppen megtörtént. Oké, jó, akkor oké. Ali biztos nem, mármint, hogy nem fog meghalni. Én biztos vagyok benne, hogy Ali nem hal meg, mert még 250 oldal vissza van, csak most a nem tudom, a tengernek, vagy a víznek, vagy a valaminek az ilyen ősi istenéhez kell mennie, mert mint kiderült, azért volt olyan hatással rá a Máridok mágiája, amilyen hatása volt, mert hogy nagyon távoli leszármazottja a Sobeknek, akinek az volt a bosszúja Dave About ellen, hogy csinált ilyen Márid Jin hibrid gyerekeket, aztán amikor kiderült, hogy amikor ez nem úgy alakult, ahogy gondolták volna, akkor azokat mind megette, de nem ette meg mindet, mert ezek szerint Alinak megmaradt a vérvonalában. És emiatt most kb. Mennie kell önfeláldozni magát, de nem fog meghalni, én tudom. A másik, hogy kivágták Ali szívéből a gyűrűt. És azon gondolkoztam, hogy ugye így a katáni vonalon mindenkinél az volt, hogy ki kell venned a szívét, az embernek, és el kell hamvasztani, és úgy kapod meg a gyűrűt. És úgy eleve Alival küzdött a gyűrű, nem igazán tudni, hogy pontosan mi miatt, meg ugye ott van az is, hogy elhozták Dave About-ból, és azt se tudjuk pontosan, hogy ennek így mi az eredménye. Viszont a visszaemlékezésben is azt hiszem az volt, hogy Anahitán rajta van a gyűrű, már mint a kezén, illetve hogy azt akarták, hogy először Jamshed vette föl, aztán ő nem tudta visszagyógyítani Alit a műtét után, úgyhogy Nari magához ragadta, és ő vette föl, mert hogy az ő ujjukon nem tűnt el, és került bele a testükbe. Ami érdekes, úgyhogy erre így azt találtam ki, hogy mivel hogy a Náhidoknak adta Szulejmán a gyűrűt, valószínűleg az ő testük nem kebelezi be, mert arról is volt szó, hogy állítólag a Náhidok régen úgy uralkodtak, hogy így körbeadogatták a gyűrűt, és nem nagyon lehet körbeadogatni a gyűrűt, ha ahhoz mindig ki kell nyírni az előző hordozóját, úgyhogy mármint oké, megműthették egymást, de na, tehát, hogy tehát itt most megműtötték, de hogy amúgy meg el kellett hamvasztani Gasszánnak a szívét, szóval itt valami biztos van, még valami biztos fog kiderülni, azt a mai napig nem említettem, de egyébként Nari az már bizonyítottan Safit, vagy Safit, és nem porlatt el attól, hogy felhúzta a gyűrűt, szóval abszolút nyilvánvalóan Manézse hazudott, de még az ő múltjával kapcsolatban annyi minden nem derült ki, és volt egy fullos rész, ahol így beszéltek arról, hogy Dárát hogyan próbálták feltámasztani, és hogy én úgy érzékeltem, hogy Nari lett volna az a gyerek, akinek a véráldozatával feltámasztják Dárát, de aztán végül nem tudni, hogy mi történt ott, mert hogy az lehetett az a pont, ami nem teljesen értem ott a timeline-t, tehát kicsit összezavarodtam. A lényeg, hogy valamit Manézse tesója beleszólt a dolgokba, és ő azért halt meg a végén, de nem tudni, ki ölte meg a végén. Tehát, hogy itt így
érdekes, és ezzel kapcsolatban biztos ki fog valami derülni, mert hogy kell neki, meg nem véletlen van felépítve, úgyhogy már nagyon várom, hogy összeérjen minden létező szál, és Manézse egyébként abszolút őrült már, mint hogy így amiket leművel, és az erőszak, ami ebben a könyvben van, az egyszerűen nem megoldás ezekre a problémákra, amilyeik vannak neki. Éppen most kiirtotta így gyakorlatilag a Dave nemességet, mert hogy példát statuláljon, és így nem ezzel leszel az uralkodó, de mindegy, nyilván értem, hogy miért így, mármint egy nyilván annyira akarja hatalmat, hogy ennyire nem gondol bele a dolgokba, meg buszuszon, meg minden, de hogy... És még van 250 oldalam, úgyhogy érzem, hogy most fog beindulni minden, és megint el fogom veszíteni a fejemet az utolsó 200 oldalon, úgyhogy lássuk, állok elébe. Nos, sejthető volt, hogy ez lesz a vége, de mármint, hogy befejezem a könyvet, úgyhogy tegnap a maradék 250 oldalt le is daráltam. Úgyhogy ezennel befejeztem az Aranybirodalmat is, tehát végigolvastam a Devabad trilógiát. Mindaz. Tehát a Devabadnak van egy ilyen tulajdonság, hogy az utolsó olyan 200 oldal az, ahol összeérnek a dolgok, tehát ott robban ki minden. És igazából most is ez volt, tehát így Ali elment ez a Tiamathoz, ott kivonták belőle a tűzmágiát, úgyhogy most már inkább Márid, mint Jean. Nari közben alkut kötött a Perikkel, kapott egy sédut, elrepül Devabadba, de összeszedtek egyébként végül mindenkit, úgyhogy volt egy ilyen nagy csata jelenet. Szegény Dárát úgy sajnáltam, mert Manézse még ráadásul rabszolgasorba is tette, tehát hogy rabszolgásot ott a szegényt, konkrétan a vérmágiával, úgyhogy így rendezett egy kisebb mészárlást vele, úgyhogy szegény Dárának már itt tényleg szegény. Csak ezt tudom mondani. Viszont nagyon satisfying volt, mert hogy mondtam ugye, hogy az a predikcióm, hogy Dára fogja megölni Manézsét, és ez pontosan így lett, és nagyon gyönyörűen kitrükközte a rabszolga parancsot, hogy ellene tudjon menni. Úgyhogy igen, az ott nice volt. Én nem mondom, hogy csalódott vagyok, hogy Dára túlélte, de úgy érzem, hogy valahogy lehet jobb lett volna, hogyha nem feltétlenül éli túl, mármint már annyi dolgot látott szegény, főleg úgy is, hogy így egy csomószor rabszolga volt. Szóval így, nem tudom. Egyébként még mindig nem tudtuk meg azt, hogy ő pontosan hogyan lett feltámasztva. És aztán végül Dára arra vállalkozott, hogy akkor elmegy és keresi az ilyen rabszolga gyűrűket, börtönöket, hogy visszaszolgáltassa őket, és hát ha Nari majd fel tudja őket használni, és amúgy végül Nariba belement a gyűrű, úgyhogy az nem volt egy valós ötletem, amit amott mondtam, arról, hogy az ujján marad. Kiderült egyébként, hogy Nari amúgy nem is Manézsének a lánya, hanem a Manézse testvérének a volt a lánya. Ami makes sense, mert a Manézse eléggé ez a Safit gyűlölő táborba tartozott, vagy Safit, még mindig nem tudom. Az volt így a végére a nagy felfedezés, és végül is kiderült, hogy Manézse ölte meg a saját testvérét, úgyhogy Manézse egy eléggé így ilyen dühöngő őrült volt a végére, meg igazából, ahogy én elnéztem, már egyébként előtte is teljesen az volt. Amúgy én még mindig úgy vagyok, hogy én még mindig sippelem Narit Dárába, még úgy is, hogy belé állított egy nyilat. Valahogy az ő interakcióikat egy kicsit nem tudom. Ezt a csipkelődésüket, ami ment egymás iránt, ezt kicsit jobban éreztem, ami így Alival, úgy, én úgy éreztem legalábbis, hogy ebben a könyvben kicsit az elült, és azon az egy darab jeleneten kívül, ahol végül nem történt semmi, mert hogy Ali azt mondta, hogy hát ne megyek meghalni, és inkább vág ki belőlem a gyűrűt, ne csináljunk semmi mást. Azok kívül így más nem volt, tehát hogy nem tudom, én miért emlékeztem, úgyhogy a romantikus szál egy nem azt mondom, hogy az ilyen hangsúlyos dolog, ez csak egy picit hangsúlyosabb, úgyhogy így konkrétan a vége ez... Nem tudom, annak kapcsán kicsit még bennem van a csalódottság, nem volt semmi extra. Csak így el van hintve, hogy így mi van köztük, és így oké. Azt érzem, hogy a három könyv közül nekem továbbra is talán a Bronzváros volt a kedvenc, vagy az, ami a legjobban tetszett, de szerintem azért, mert most itt az Aranybirodalomnál kifejezetten az egy előforduló tendencia volt, hogy nagyon nehezen haladtam az olvasással, és nem azért, mert rossz volt a könyv,
hanem csak simán nekem nem volt kedvem olvasni, és ez viszont tudom, érzem, hogy rányomta a bélyegét magára az olvasásra. Mert hogy így volt olyan, hogy mondjuk napokig nem olvastam, aztán akkor végre leültem, akkor haladtam vele, aztán megint nem olvastam, aztán csak egy fejezeteket olvastam így naponta, és így 18 nap alatt olvastam ki ezt a könyvet, ami a hosszából adódóan nem kellett volna ennyire durván hosszúnak lennie már, mint a Bronzváros meg az Aranybirodalmat ilyen 10 napok alatt olvastam ki. Itt ezzel most nagyon azt érzem, hogy annyira nem csúszott már, mint csak simán nekem nem volt kedvem olvasni igazából, meg úgy. De hogy amikor meg leültem olvasni, akkor nehezen tudtam letenni, szóval, hogy csak odáig volt, mert mindig nehéz eljutnom, hogy olvassam, és így, hogyha ezt a kópázos értékelési rendszert összeraktam, így ott lett lepontozva szegény, hogy mennyire vártam, hogy olvasassam, és mennyire vártam, hogy megint kézbe vegyem a könyvet, mert hogy így ez annyira ez a faktor most nem volt meg, hogy rohadtul nem volt kedvem olvasni. De a végére értem, nagyjából szerintem egyébként minden szálat elvartak, sok minden kiderült, végre fényderült így. Szerintem nagyjából maradéktalanul a legtöbb dologra, amire fényderülhetett. Úgyhogy ez egy igazán epikus fantasy könyv volt, és de egyébként tehát a Devabadról így végigolvasva azt mondani, a romantikus szálat nagyon-nagyon fű alatt ment benne. Attól nem kell túl sokat várni, hogy ott azon a fronton mi történik, mert nem sok minden. De ez egy high fantasy, szóval ilyen szempontból meg teljesen érthető, mert hogy ez nem egy romantikus könyv volt. Csak én vártam volna egy itiri-piciri többet a romantikus részéből, de nem baj, elégedett vagyok azzal is, amit kaptunk. De azért én szeretem Dárát, minden ellenére. Kicsit későn, kicsit lassan jött meg az esze, de megjött a végére, mondjuk addig a késő lett, de a szándék meg volt mögötte. Bár még mindig vannak nézetei a vívvel, nem értek egyet. De mindegy, és Narival soha többé nem találkozhatnak, mert Dára most már nem fog tudni visszajönni Devabadba, Nari meg nem fogja tudni elhagyni, úgyhogy ez egy szomorú rész volt. Picit meg is pityeregtem a végét. De hát akkor úgy érzem, ezzel le is zárhatom akkor ezt a Devabad trilógia olvasó vlogot, és akkor ez volt az utolsó installáció, ami az Aranybirodalom volt, azt hiszem van még hozzá egy kiegészítő kötet, de azon szerintem nem jelent meg magyarul. Ez egy jó sorozat volt, úgyhogy mindenképp ajánlom olvasásra, főleg, hogyha valaki olyan fantazira vágyik, mert azért ez tényleg egy high fantasy, nagyon sok ilyen politikai cselszövéssel, és ez abszolút egy felnőtt fantasy, tehát hogy ez nem J.A. Én valamiért úgy mentem bele, hogy mint az hittem volna, hogy J.A. Aztán rájöttem, hogy amúgy ez rohadtul nem írja, ez egy felnőtt könyv. De nagyon izgalmas, nagyon durva cselszövögetések, meg fordulatok vannak benne, úgyhogy szuper jó volt. Abszolút nem bántam meg, hogy így vállalkoztam erre az egész 2000 oldalas kalandra, de azért most már vannak más könyvek, amiket olvasnék, úgyhogy most már áttérhetek azokra ezek után, a féltéglák után, mert ezek konkrétan monstrumok voltak, úgyhogy még valahogy a polcomra fel kell őket raknom, helyet csinálni nekik. Azon a részen, ahol a Bronzváros volt eddig, csak most már két ilyen batár nagy állat még mellé megy. Úgyhogy akkor ez volt az Aranybirodalom vlog, és az utolsó Devabad vlog. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!